Hare Krishna. Itt vagyok Krishna völgybe. Nem tudom, hogy hányan vannak itt velem együtt. Nagyon sok bakta jött Budapesten, tudom, kb. 100 bakta jön itt a szervezésbe. Várjuk nagy izgalommal búcsút, és most vannak kérdések Abhinandantól. Ez többé-kevésbé Vaishnav apparátokról van szó. Kezdi, hogy mi a különbség a Vaishnavak közötti illetlenség és a sértés között. Azt hiszem, ezeknek a kérdéseknek sokszor a válasza arra szükséges egy szintű praktikus intelligencia, ami alapon mi önmagunk tudjuk érteni, hogy mi az, ami illik, mi az, ami nem. Szóval itt ebbe a kérdésben most mi volt a kérdés, hogy mi az illetlenség és mi a sértés. Inkább jobb nem viccelni Vaishnavokkal, vagy nem játszani Vaishnavokkal, azt akarom most mondani, nem a viccezésről, és nem kockáztatni, szóval nem menni, mert úgy lehetne mondani, hogy többé-kevésbé minden illetlenség az sértés, vagy hogyha most nem sértés, akkor sértés lehet belőle. És mi akarjuk kerülni a sértéseket, szóval miért jobb egy illetlenség, mint egy sértés, valami, ami nem illik. Hogyha nem illik, akkor nem illik, akkor miért csinálom, hogyha még mindig nem is sértés. És ugye az a mentalitás, hogy hát ez csak egy illetlenség, ez nem egy sértés, az fog vezetni sértések felé, abból maga lesz sértés. Szóval jobb elkerülni mind a kettőt. Következő. A vicc az poén vagy illetlen? A kérdés, hogy mik a körülmények. Ugye Vaishnavok nem, hogy csak mindig komolyan viccelünk, Krishna viccel, Srila Prabhupada viccelt, természetes dolog, egy része a mi természetünknek, hogy szeretünk viccelni, de ugyanúgy, mint része a természetünknek, hogy szeretünk enni, de ez nem jelenti, hogy mindenhol, mindig nappal este eszünk, hogy mindegy, hogy hol, és kivel, és mit eszünk. Mindennek van egy megfelelő idője, egy megfelelő rendszere, ugyanúgy a evéssel, a vicceléssel is. Szóval, és azért mondom, hogy ez intelligencia, ez a szabadság, hogy valaki tudja, hogy most mikor kell viccelni, mikor komoly kell lenni. És hogy milyenféle vicc. Aztán ugye, mert vannak olyan viccek, amik nem illető, nem megfelelő, és ami nem. Ami igen. Hol a határ az illő és az illetlen dolgok között? Az intelligencia a határ a illető és az illetlen dolgok között. De rámi buddhyogamtan. Ezt az intelligenciát mi tudjuk önmagunk kapni, amikor mi énekelünk sértés nélkül Hare Krishnát, amikor tanulmányozunk a szentírást, és látjuk, hogy ott hogy viselkednek bakták, amikor látjuk a fejlett baktáknak a viselkedését, akkor tudjuk, hogy mi a határ. És pont ez, nem, most nem arról a kérdés, hogy most Sivram Swami mondja meg, hogy mi a határ ami illet, az illető és az illetlen között, hanem nekünk kell azt tudni, mert minden körülményben más személyekkel más a dolog. És ez jelenti, hogy valaki egy magyamadikai, hogy valaki érti ezeket a dolgokat. Ha egy gyakorló bakta sértő a Vaishnavakkal szemben, mit tegyen, ha fél társulni a Vaishnavakkal egy esetlegebb újabb sértés elkövetése miatt? Hát, hogyha valaki korlátlanul sértő Vaishnavokhoz, akkor ő nem egy gyakorló bakta. Akkor ő nem egy Vaishnav.
meg kell tanulni úgy élni Vaisnava közösségébe, hogy valaki nem követel sértést. Hogyha nem tudja azt csinálni, hogyha ez egy reménytelen, lehetetlen dolog, akkor valami nem stimmel ilyen emberekkel. Ugyanúgy, mint hogyha valaki kérdezi, hát mit csináljon valaki, hogyha fél, hogy el fogja lopni másoknak a pénztárját. Hát ne lopja el, de hogyha ezt nem tudod kontrollálni, akkor a végeredmény, hogy te börtönbe fogsz élni, és akkor nem érdemed más emberek között élni. Meg kell tanulni, nekünk meg kell ez az egyik része, kihívás, hogy mit jelent sértés nélkül élni és társulni baktákkal, és akkor azt az életmódot gyakorolni. Másképp nem. Valaki marad Kanishta Vaisnáv, azért mondtam, Kanishta Vaisnáv, az nem Vaisnáv. Majdnem Vaisnáv. Majdnem az azt jelenti, hogy nem. Hogyha azt mondom, hogy majdnem gazdag vagyok, az azt jelenti, hogy nem vagyok gazdag. De hogyha gazdag vagyok, akkor van pénzem. Majdnem van pénzem. A majdnem Vaisnáv, ez egy ilyen kedvesség, Vaisnáv a rász. De az igazi dolog, hogy nekünk Vaisnávok kell lenni, és az egyik jellemzője a Vaisnávnak, hogy Prema Maitri Kipottéksa, Jatkoró Tiszamadjama, hogy ő tudja, hogy ő neki hogy kell viselkedni másik Vaisnávokkal. És hogyha valaki nem tudja ezt, akkor meg kell tanulni. Nem, egy nehéz dolog. Nem nehéz dolog, megtanulható dolog. Nem valami hihetetlen kihívásra, mert hívunk ki valakit, hogy vagy tűzen át járjanak, vagy valami, csak tanuljanak meg úgy viselkedni, mint új emberek. Hát ezek voltak a mai kérdések, és remélem találkozunk baktákkal itt Krisna völgybe, búcsún, Hare Krisna!